Ez az Értágító. Valószínűleg az első romániai magyar nyelvű podcast csatorna. Üdvözlök minden kedves hallgatót, mikrofonnál Sziártó József. Egy újabb podcasttel jelentkezünk itt az Értágítón. Mai vendégem szaros Tíme, aki jelenleg az önkormányzat környezetvédelmi referenseként, referensi mi voltában van jelen itt nálunk, hisz mai nap az lassan, illetve lassan, hát pénteken pontosabban most november 4-én a uh, étolajgyűjtés lesz Székelydon, és erről fogunk beszélgetni. A teljes beszélgetés az alábbi YouTube, illetve Spotify linken meghallgatható teljes beszélgetés természetesen. Üdvözöllek, Timea, köszönöm, hogy eljöttél. Üdvözlöm a kedves hallgatókat én is. Szóval most pénteken, tehát november 4-én, étől a gyűjtés lesz székehidon. Egyből két kérdés. Hánykor és székeit melyik részén? Most már hetedik alkalommal szervezünk Székehidon ilyet, használt étolajgyűjtést, és két, Székehid két pontján az önkormányzat előtt, és a piac bejárat előtt gyűjtjük az olajat, ugyanúgy, mint az eddig g a hat alkalommal. Reggel 9 és 1 óra között. Kinek a szervezésében valósul meg ez az olajgyűjtés? A Székehidi önkormányzat, a polgármesteri Vata a szervezésében valósul meg, és az Érmelléki Turisztikai Fejlesztő Egyesület támogatásával. És mi lesz az összegyűlt olajokkal? Az összegyűlt olajokat azt Kolozsvára fogják elszállítani jövő hét elején valamikor, és ott aszfalt aszfalt alapanyagnak használják fel. Tehát mindenképpen ez az elhasznált olaj és zsíradék újra lesz hasznosítva. Ugye ez az esemény akkor, most mondtad, a hetedik alkalommal lesz, akkor Így idén akkor azt mondja, ez már hét éve zajlik. Azért az embereknek összegyűr ugye egy, egy év alatt, hát azért több, valószínűleg, hogy ez direkt, ugye országosan megvan ez szabva, vagy csak egy, egy, egyszer van egy évente egy nagyobb óladyűjtésre? Mm, nem, akció. nem a, nincs megszabva, ezt a, én 7 éve kerültem ide a polgármesteri hivatalba, mint környezetvédelmi referens, és akkor kezdtük el a, szervezni a, mindenki. Ahogy szeretné, hát azt én azt tapasztaltam a szervezés át, folyamán, hogy elég, ha egy évben egyszer ö, szervezünk egy ilyen alkalmat, mert aki összegyűjti, az úgyis elhozza, ö, és nem nem kell több-több alkalmat, mert akkor Kolozsváról ugye le kell jöjjenek, ezért el kell jöjjenek az olajért, és ők is csak na, tehát, hogy ők is jobban szeretik, hogyha egy évben egyszer jönnek, mert azért elég sok olaj szokott összegyűlni, én soknak mondom. Tavaly például közel 260 liter olaj gyűlt össze, de az előtt évben több mint 300 liter használt étolaj gyűlt össze, úgyhogy azt pedig szállítani, raktározni mi nem tudjuk sokáig. Úgyhogy akkor így ö, tendencia szempontjából, ugye most már hogy 7 éve zajlik ez, akkor egyre jobban tudatosul az emberekbe kicsit a környezetvédelmi szempontból, hogy gyűjtsék össze az olajat és hozzák, milyen tapasztalatokat tudsz elmondani így ö, visszatekintve. Azt tudok elmondani, hogy aki egy picit környezet tudatosabb és tényleg igyekszik figyelni a környezetére, az nem fogja a lefolyóba bele ö, borítani, vagy a fürdőszobába kiborítani a az elhasznált olajat, hanem tényleg összegyűjti és elhozza. Öm, azt tudom mondani, hogy hogy van Székehidon és hozzátartozó településeken is egy olyan réteg, aki tényleg környezettudatos és figyel erre. Tehát semmiképpen nem csökkent a, a, az összegyűjtött literek száma, mert mert mindig csak, mindig csak nőtt most tavaly, nem tudom, lehet, hogy a COVID miatt is, a járvány miatt is nem nagyon mertek az emberek kijönni, tehát lehet, hogy volt egy ilyen dolog is, de hogy azért van kinek szervezni ezt, és már kérdezik mindig, lassan már megszokták azok az emberek, akik tényleg begyűjtik az olajat, és gyűjtik otthon, hogy idén lesz, és ugye lesz novemberben, és hogy ugye megszervezitek, tehát már megállítottak az utcán is, hogy ugye lesz ilyen. Esemény. És ugye bár tombolas sorsolás is lesz ezen esemény kapcsán, és nyeremény is lesz, pontosan amit nyerhetnek majd az emberek? Igen, próbáljuk motiválni azokat, akik tényleg tudatosak hogy akkor a, a begyűjtő tolajból közülük sorsoljunk ki tombolát, és ö, idén ö, olaj, olajat, az első, tehát három tombolát fogunk három számot kisorsolni, és olajat fognak kapni. Nem használt olajat, <laughs> étolajat, napraforgó olajat, pár Ö, litert. Megvan a szabva, hogy mennyi használt étolajat kell adjanak ahhoz, hogy kapjanak egy tombolát? Eddig úgy volt, hogy 5 liter után kaptak egy tombolát, úgyhogy ezt szeretnénk ezt tovább vinni az idén is, hogy 5 liter után jár egy tombola. De van, aki, hogy csak két liter, két és fél, hármat is hoz be, ha nem is kap tombolát, de, de tudja, hogy jó helyre kerül a, az elhasznált olaj. Egy passzor, hogy még nem a, azon kéne legyen a hangsúly, hogy az ember nyerjen ezzel, hanem, hogy leadja ezt. Tehát uh -huh. ha van rá lehetőség természetesen a városban. És tombolák kapcsán, ugyebár akkor jövő hét kedden, ami november 6-a, bocsánat, 8-a, a rádióért Facebook oldalán lesz majd kisorsolva kis az a három személy, aki részesül a nyereményben, úgyhogy majd mindenképp ajánlom az emberek figyelmi, hogy kövessék és figyeljék. Kor ennyi lenne a mai adásunk. Köszönöm szépen, Timi, hogy elfáradtál ide hozzánk. Én is köszönöm szépen a meghívást. És akkor búzítom az embereket, hogy gyűjtsék, illetve már biztos, hogy van gyűjtve az olaj, ha hogy hozzá kell, akkor mindenképpen most pénteken és adják le a leadó pontoknál és azért legyünk tudatosak, és védjük a környezetet, ahogy csak lehet. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet!